Csak az ablakok keretei maradtak az épületben, a nyilázárokat kibontották. Csendben nézték a szekszárdi önkormányzat képviselői, hogy milyen rossz állapotban van az a terület és a rajta található ingatlan, ahol korábban egy teniszcentrum működött, és amiről évek óta folyt a vita a város és a korábbi üzemeltető között. A fotókból összeállított képsor szekszárdi jegyzője mutatta be szerdán, egy képviselői kérdésre válaszolva a közgyűlésen. A kérdés feltevője arra volt kíváncsi, milyen lépéseket tett az önkormányzat azóta, hogy május 10-én egy elsőfokú bírósági ítéletre hivatkozva birtokba vette a Város Gazdasági Bizottsága a területet. Hát teljesen szét lett bombázva ez az épület. Én azt gondolom, hogy egyszerűen felháborító az, hogy milyen állapotokat találtak ott a bizottságnak a tagjai, főleg úgy, hogy ez végig városi vagyon volt. Ez soha egy pillanatig nem ment át senkinek a tulajdonába. Én nem is értem, hogy hogy meri valaki mások a tulajdonát ilyen mértékben megrongálni. Az ingatlant és a hozzátartozó területet 19 éven át Kerekes László, az önkormányzat független képviselője használta. A város polgármester azt mondja, a helyreállítási munkákra több 10 millió forintot kell elköltenie szekszárnak. Véletlenül ezt saját költségvetési forrásból kell majd megfinanszíroznunk. Én azt gondolom alapvetően, hogy most, hogy már átkerült tulajdonba, vagy visszakerült hozzánk, tulajdonba eddig is nálunk volt, de használatban is most elkezdhetünk abban gondolkodni, hogy hozzuk ezt rendbe, és hogy fogjuk majd beintegrálni az fejlesztési elképzelésekbe. Hát messziről indulunk, azt kell, hogy mondjam, nem nulláról, hanem mínuszról. Az eset miatt megkerestük Kerekes Lászlót is, telefonon értük el, nyilatkozni nem akart, annyit elmondott, ő csak azokat a tárgyakat vitt el, amiket az elmúlt 19 évben igazolhatóan ő maga épített be, vagy vásárolt a területre és az épületbe.